Új, ezúttal szellemi kincseket is tartalmazó értékeket gyarapodott a nagyvázsonyi Kinizsipál általános iskola. Az iránt érdeklődünk Szautner Erika igazgatótól, hogy milyen megfontolásból indultak ezen a pályázaton. Hát a pályázatnak a legfőbb oka, hogy a módszertani kultúránkon próbáljunk javítani. Azt gondolom, hogy ma már a pedagógusnak egészen másképp kell tanítani, mint jó pár évvel ezelőtt, és ehhez új eszközökre is szükségünk van, és ezt kínálja ismereteink szerint az interaktív tábla többek között. Semmiképpen nem helyettesíti ez a tanárt, hanem tulajdonképpen kiegészíti. A tanár ismeret közlő szerepe megváltozik, irányító szerepe interaktivitás előtérbe kerülésével feltétlen nagy szükség van ezeknek az eszközöknek a beépítésére az oktatásban. A pályázat megnevezése Várnai Zseni Általános és Zeneiskola Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése. Mi a névváltozás oka? A névváltozás oka az, hogy már régóta napirenden volt, hogy szeretnénk felvenni Kinizsipál nevét, és mivel ez a pályázati rendszer egy hosszú procedúrát jelentett, ezért a névváltoztatás közben megtörtént, és így most már az iskolánk új neve Kinizsipál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Hány tanuló fogja ennek a pályázati nyereménynek, ennek a új infrastruktúrának az előnyeit élvezni? Jelenleg 172 tanulónk van, úgyhogy remélem, hogy mindenki. Rajtuk kívül a község, település más polgára is hozzáférhet ezekhez a lehetőségekhez? Iskolánkban jelenleg egy gimnázium működik tagiskolaként, és számukra mindenképpen szeretnénk felajánlani ezt a lehetőséget, amennyiben élnek ezzel, akkor ők is tudják használni. Hát ez most még annyira friss nekünk, hogy még ebbe igazán nem gondolkodtunk, de hogyha megkeresésre ilyen felkérést kapunk, akkor természetesen állunk rendelkezésükre más szervezeteknek is, hogyha szeretnék ezt a lehetőséget használni. A frissességről talán többet tudna nekünk mondani az egyik tanár, aki már alkalmazta, használta az óráján ezeket a programokat, lehetőségeket. Mik a tapasztalatai? Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy ilyen komoly informatikai háttér van az óráim számára, ugyanis a gyerekeknek nagyon izgalmassá és színessé tudjuk tenni ennek a segítségével az órákat. Nagyon élvezik, amikor internetes feladatokat tudunk megoldani, tehát amikor online tudják megoldani a német feladatokat. Nagyon tetszik nekik, amikor hozok otthonról képeket, illetve valamikor interneten küldöm át nekik az anyagot, amit aztán itt az órán, az interaktív táblán meg tudok nyitni nekik, és látják azt mindannyian, amit otthon aztán meg tudnak oldani külön-külön is. Ezek szerint a cél érdekében keveredik a munka, meg a játék, a szórakozás. Így van. Szerintem a mai világban, mivel olyan gyerekeket tanítunk, akiknél nagyrészt most már mindenkinél van otthon internet, és napi szinten használják a számítógépet, az internetet, nagyon fontos az, hogy a tanárok is lépést tartsanak a technikával, és fel kell hívnunk a gyerekek figyelmét arra, hogy az internetet nem biztos, hogy csak játékra tudják használni. Nagyon jó játékos feladatok vannak az interneten, és meg tudjuk nekik mutatni a táblák segítségével azt a módot, ahogy eljutnak azokra az oldalakra, ahol akár a német, akár a többi tantár tanulásához megfelelő anyagot találnak. Orsolya a technikát említette, ennek kapcsán Caun József informatika tanártól kérdezzük meg, hogy tulajdonképpen milyen felszereltségű, milyen összetételű ez az új iskolai oktatási csomag. Ez az új csomag, ami konkrétan a tantermi csomagokat jelenti, és az interaktív táblás felszerelést. Ez egy laptopot tartalmaz, ami Windows 7-es operációs rendszerrel rendelkezik, és hozzátartozik az érintő felületű interaktív tábla, a két hangszóró és egy közeli vetítésű projektor, ami per pillanat azt gondolom, hogy a kor csúcsát képezi ebben a szegmensben, és nagyon optimális, jó használhatóságot biztosít. Ugyanúgy az eszköz, mint a szoftver. A táblának van egy saját szoftvere, a notebook szoftver, aminek az elsajátítására fogunk majd egy tanfolyamot
szervezni, ami a pályázat keretein belül igazából kötelező is. Ezen részt fognak venni az oktatóink, akik a táblát használják majd. Így nem csak az internetet és a szokásos számítástechnikai programokat tudjuk majd használni és alkalmazni, hanem a táblának a saját szoftverét, ami igazából az órákat interaktívvá tudja tenni. Lehet azt mondani, hogy ezzel egy új oktatási kultúra honosodik meg itt a Nagyvázsonyi iskolában? Igen, remélem, és bízom benne, hogy ez ténylegesen így fog történni, hiszen a gyerekeknél az interaktivitás nagyon fontos szempont. Annál izgalmasabb egy óra, és annál érdekfeszítőbb, minél inkább tudjuk a gyerekeket is mozgatni, és minél inkább részt tudnak ők is venni a tananyag elsajátításában aktívan is. Ezáltal önnekik is van lehetőségük a táblánál a tananyagot úgy alakítani, idézőjelben úgy folytatni az órát a többiek szemében, hogy ők is egy kicsit belenyúlhatnak ebbe, és mindenki látja azt, hogy ők mit csinálnak. Nem a füzetükben dolgoznak, hanem mindenki előtt, és ez a mai technikának megfelelően hanggal, különböző effektusokkal akár kísért folyamat, ami mindenféleképpen figyelemfelkeltő, és valószínűleg, hogy az elsajátítást mélyebbé és fokozottabbá tudja tenni. Arról is beszéltünk az előbb, hogy német nyelv oktatásban alkalmazzák már. Mely tantárgyak számára hoz ez pluszt, ez a lehetőség? Igazából szinte valamennyi tantárgy számára. Most mi a pályázat keretében 4 táblát nyertünk. Ez azt jelenti, hogy a szaktantermeink közül a matematika teremben, itt a biológia szaktanteremben, a német teremben, és egy humán előadóteremben találhatóak meg ezek a táblák. Az órákat tudjuk úgy szervezni, hogy mindenki, aki ezt a táblát igénybe szeretné venni, a saját óráján olyan termet kapjon, amelyben ez rendelkezésre áll. Tehát igazából minden órán lehetőség van rá.